Január 1-én indult az új italcsomagolás visszaváltási rendszer Magyarországon, július 1-e óta pedig forgalomba hozni is kizárólag a megfelelő palacban lehet ezeket. Naponta már több mint 6 millió darabot visznek vissza újrahasznosítani. A MOHU célja pedig az, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák. Egy Biatorvágyi üzletben járunk, ahol a kezdetek óta működik a visszaváltó rendszer. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek kötelező az úgynevezett repontok működtetése, az ennél kisebb kereskedések pedig önként csatlakozhatnak. Ahol nem fér el egy ilyen automata, ott lehetőség van a kézi visszaváltásra, ami azt jelenti, hogy az eladónál kell leadni az üres palackokat. Természetesen a vásárlóknak is többletterhelést jelent, hiszen vissza kell hozni ezeket a göngyölekeket, de azt gondolom, hogy ha ezzel hozzá tudunk járulni a környezetvédelemhez, akkor ez egy fontos dolog, amit meg kell tennünk a következő generációk számára érdekében, hogy a bolygónk élhető maradjon. Az Európai Unió előírása szerint 2029-ig a PET palackok 90%-át kell visszagyűjteni és újrahasznosítani. 2035-ig pedig a teljes települési hulladéknak kell a 65%-át újrahasznosítani. A papossal-lapossal rendszerben korábban akkor az italcsomagolásoknak körülbelül a 30-40%-a lett újrahasznosítva. De van egy olyan rendszer, mint ez a DRS rendszer, amikor automaták segítenek minket abba, hogy összegyűjtjük az italcsomagolásokat, és ebben a rendszerben valóság lehet a minimum 90%-os visszaváltás. Az automata használata egyszerű. A gép a palackokat a csomagolás, a forma, az anyag, valamint a súly alapján ismeri fel. A visszaváltásért járó 50 forintos díjat pedig háromféleképpen lehet visszakérni. Az első a papírutalvány, amit a boltban lehet levásárolni vagy készpénzre váltani. A második a bankszámlára utalás, ehhez le kell tölteni a hivatalos, telefonos alkalmazást. Végül, de nem utolsó sorban, jótékony célra is felajánlható, ez esetben gyermekek gyógyítására használják fel az összeget. Mivel a repont működtetése egy rendkívül fontos kényelmi szolgáltatás, így azt látjuk, hogy a franchise partnereink, akik üzleteket működtetnek, egyre többen jelentkeznek, hogy ők is szeretnének ebbe a rendszerbe csatlakozni. Egy frekventált helyen lévő nagy alapterületű szupermarketünk esetében egy hét alatt a 35 ezer darabot is meghaladja a visszaváltott csomagolóanyagok száma. Országosan pedig naponta már több mint 6 millió palackot, üveget és dobozt visznek vissza a vásárlók. Jelenleg mintegy 3200 automata működik, valamint további 1000 kézi visszaváltási hely, de a rendszert működtető vállalatnál fontosnak tartják, hogy minél több kisbolt is csatlakozzon a rendszerhez. Azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban azért egyre jobban áll be a rendszer, és egyre gördülékenyebb lesz, és az első hetekben voltak fennakadások, de a fennakadásoknál is azt tapasztaltuk, hogy a fennakadások 90%-a olyan okból történt, ami egyébként sima, hétköznapi kezeléssel elkerülhető lett volna. Egy boltban olyan ez egyébként, mint amikor az irodában ülünk együtt, és mondjuk érkezik egy új papírnyomtató. Ott is arra figyelni kell, hogy aznak a festéke mindig ki legyen cserélve, legyen benne elég papír hasonló. A rendszert működtető cég, a MOHU, folyamatos oktatással támogatja a boltokat feladataik hatékonyabb elvégzésében. Az üzletek működtetik és ürítik a berendezéseket, emellett tisztán tartják és kezelik az esetleges hibákat. Ezért kezelési díjat kapnak. Július elején, amikor élesre fordult a helyzet, akkor ilyen 40-50%-os részarányt képviselt az alumínium és a PET palackok esetében azoknak a termékeknek a részaránya, ami részt vett a visszaváltási rendszerbe. Hetente nagyon jelentősen 5-10%-ot is emelkedett az első időszakban ez a részarány, és most olyan 80-90%-nál tart. Az eddigi tapasztalatok alapján a visszaváltások körülbelül kétharmada PET palack, egyharmada alumínium doboz, és a maradék pár százalék az üveg. Itt megvalósul a körforgás, vagyis az italcsomagolások anyagait ugyanarra fogják felhasználni, amire korábban. Az automata ezeket a palackokat, ezeket az üvegeket, ezeket a dobozokat összezúzza, összegyomja, és az ipar már készen kapja meg azt a nyersanyagot, amivel ő tud dolgozni. Hosszú távon ennek a rendszernek köszönhetően egy nagyon fontos adatbázis lesz az ipar számára, mert tudni fogja, hogy melyik szezonban mennyi palackot használunk,
mik a jellemző magyarországi számok, és tud tervezni. Ez a hazai újrahasznosítási ipar egyértelmű megerősödését eredményezheti. Ez mondhatni Magyarország egyik legnagyobb szemléletváltása. Hamarosan pedig már a jelölés sem kell nézni a csomagoláson, hiszen a régebbi termékek kifutásával kizárólag visszaváltható palackok lesznek a polcokon.